Tóth Dániel fordul, lesz Tóth lő. Most pedig Békés Csabai kontra. Négy védő, négy támadó. Kapja ott szélen Pressler. Jön Póser a kapujából, és már dobja a csapatkapitány Balogh Zsoltnak. Balogh játszott magasabb osztályban is. Talán ő az együttes legrutinosabb tagja. Pressler bal lábán, visszaveszi jobbra. Az U21-es csapat a héten bajnok lett. Jön befele Olaj labdája. Fitas a lepattanó pedig. Kapu fele tartott, de az egyik Békés Csabai védőről szögletre vágódott. Tóth Dániel, hogy elcsúszik, nagy Erik veszi le, de sajnos rossz mellé. Szöglet lett. Sziráki lövése, hogyha nem érnek hozzá, valószínűleg beakadt volna. Pantovics megy egy kontrával. Márkolininek teszi. Király Patrik teszi be. Márkolini pedig fölé bombázott, ez nagy helyzet volt. Nem volt pontos az indítás, így Holzerhez kerül a labda, ő pedig már felível. Sziráki vállal. Olá. Tóth Dániel, ez most gólhelyzet. Mellé. Fitos. Elüti a kapus. Tóth Dániel. Petrók lő. Véd a kapus, vissza Petróknak. Gól. 1-0. Másodjára sikerült Petró Viktornak. 39. percben megszerzi a vezetést a Kozár Mislány. Tó Dánieltől kapja Kovács Tamás. Kovácsnak jó a csere. Lehet, hogy kezezést tört. Így van, 11-es. Békés Csaba játékosa. Kézzel ért a labdához. Hosszabbítás első percének vége fele. Olá indul 11-est elvégezni. És gól! 2-0 a Kozár Mislánynak, magabiztos végrehajtás. És vége is az első félidőnek. Következik a szünet. Kiválóan zárult az első félidő, ahogy Csaba is mondta, hiszen a félidő ráadásának utolsó pillanatai van. Ez kapufa, Kovács pedig kapu fölé fejeli Kovácstól Fitos. Fitos megiramodik a jobb szélen. Négy védő, négy támadó, Fitos megtolja és nem esik el, talán ez most így jó megoldás volt. Jön be fel a labda, Tóth Dániel! Póser Dániel pedig lehúzza, nagy helyzet volt. Tóth Dánielnek talán valamelyik sarok irányába kellett volna. Pressler viszi az üres kapura. 2-1. 3-0 helyett 2-1. Azért van nagy jelentősége egy kihagyott helyzetnek. Nem volt lens. Nagy Erik, Olá fele az indítás. Olá védővel a nyakán. Szépen fedezte, és most gyönyörű labdát ad Fitosnak a jobb szélre. Fitos középre teszi. Fölé ment, de az egyik védőről pattant. Kapu fölé a labda, Sziráki szúrta rá. Sarokrugás. Gajdos középre Presslernek. Csereként vált, 10-es számú Pozsár Gábor végzi el a Békés Csaba szabadrugását. Holzer V teljesen tisztán fejelt a 7-es számú Márkolini. Itt a sive, Petrók mellé felé. De lent marad egy eppen Petrók. Ott van a labda Rejc előtt, Rejc teszi Olának! Remek labda, Olá lő! Védett a kapus. Lejárt a hosszabbítás. Játékvezető pedig lefújja a találkozót. Kozár Mislány Békés Csaba 2-1. 2-0-es félidő után a második játék részben szépített a Békés Csaba.
És 2-1-es hazai győzelemmel zárult a tanálkozó. Köszönjük kedves nézőink megtisztelő figyelmét. Oh.